Be kellett volna falazni azt, ami ott ugrál, és akkor... Jaj, Gergő, megvan a köteled! Aj, de jó, úristen! Ben van a róka szájába! Szevasz! Sziasztok, és üdvözlök titeket! A következő hashtag kivisszük a Minecraftot adásban, itt Dáviddal! Hát nagyon messze van még az, hogy te kiázd. Hát, kiátszók! Én csak mondom! Nagyon messze vagyunk még attól, most csak ketten leszünk, ez ilyen romantikus, régi szép idők felidézése, hát ketten. Bár csak nem mondtad volna, Gergő! Bárcsak. Annyi, hogy itt még van egy kincs, úgyhogy ezt majd most itt megkeressük. De a mai epizódban Dávid kedvenc állatát, nem a macskát, hanem és a... És nem is a galambot. És nem is a galambot, hanem a... Lókát! Lókát! Fogunk szelidíteni, fogalmunk sincs, hogy hogy kell, elolvasni egy tutoriált, elméletileg kell neki édesbogyó, meg egy lead, póráz. Az a szerencsénk, hogy Levit megkérdeztem, és azt mondta, hogy az egyik chestjében van póráz. Úgyhogy reméljük ez így van, mert póráz nélkül nem lehet. Elvileg én azt lehet? Hallottam, na, mit hogy csak a gyerek igen, lókát igen. Lehet üdíteni, de honnan lesz gyerekróka, mert én etethetem a nagyot. De kettő nagyot kell etetni, megszerelmeskednek, lesz kicsi, és a kicsit kell pórázra vinni és hazavinni magaddal. És utána majd jön a többi. Ez jó, van Gergő, ennyi volt. Ne, amúgy ezt írták, hogy TNT-vel jó. Ennyi volt. Hol a pöffentőm? Várjál, nálam is van. Pöffentsed? Annál a pöffentő. Na tessék. Bepöffentem. Még a eső is esik. Kivisszük a Minecraftot, úgyhogy felrobbantjuk. Jaj! Aj, amúgy ez el fog repülni, nem? Jó. Kincs? A chest nem robban szét? Hát de akkor ki kéne, hogy dobja a cuccokat, ja, igaz, a cuccokat kidobja. Jó. Igen, ezt írtátok a legtöbbet. Dobta? Mi lenne, hogy nem, van nincs. Még TNT-d? Ugye nem ez volt az összes? Jó, itt van egy kis vas. De elfogyott. Hurrá. Bocsánat, hát nem gondoltam volna, hogy most azt írtátok, hogy azért annyira mélyen nem lehet, de mi már hát itt felássuk a sziget. Hát már hol keressük? Hát már össze-vissza keressük, érted? Jók, de nem azért, hanem hogyha mogyit eszem, hát pedig mogyit ettem. Allergiás vagy? Osztok! Én nem tudom, hogy allergiás. Szerintem nem vagyok allergiásra, egyszerűen csak viszkeztő. Így... hát így a torkom így... Allergiás tudom, olyan, reakció. Olyan, a darabok ott vannak a torkomba, tudod, annak. De egyáltalán az a gond, hogy a térképen... Gergő, láttam ne. Valamit! Ne, hát, ahogy kiütöttem? Ezt most rosszul leszek, ha itt lesz. Ne, itt nem lehet, hát ez azt mondták nekem, hogy csak... Gergő, mi az, homok? Gyere! Megyek, gyere megyek. Itt zárd el a vizet, úgy a csapot. Ezt most, hogyha most tényleg azt látom, lehet, hogy csak egy ilyen tegerű borka volt. Hoppá. Üssed. Ja. Menj már! De ezt hogy kell megtalálni? De ez, hallod, hogyha most nem jöttem volna le ide a... Ha nem lett volna itt ez a lyuk, én nem jövök ide, igen. Meg hogyha nem jöttem volna le a vasért, meg nem kezdtem volna el erre ásni, soha! Ő, amúgy... Megérte, de... Hogy van a TNT, vaskard... Azért annyira nem. Hát azért nem dobok hátast. Ugye? Annyira nem. Azért küzdöttünk együtt. Na jó, hát, menjünk rókát szelidíteni. Közben elaludt a cicu. Jövök. Azt az eget, én még ilyet nem láttam, mondom, mi az Isten ez? Nem és nem ment a felvite. Nem utoljára találkoztam velük. Azóta mindig az jönnek. Menjél vissza. Ez nagyon durva. Nagyon nehéz szétcsapni, hogyha beleakad valamibe, akkor visszafordul. Fél, lecsap rád, Gergő. Ez nagyon menő. Csap le. Úgy. És hát én még ilyet nem láttam. Milyen membrán? Minek hívják? Phantom membránt. Gyere ide! Ó! Oh, Jesus! Mi ez? Mi teleportálgat? Hát gondolom egy Endermanus is van itt. Endermanus. Na gyere ide! Jó, meghalt. Meghalt. És mit dobott? A membránja? Ott van az, nem az? Ah. Oh. Mi volt ez? Ez a tűz. Na, szóval a mai epizódban ezeket a bogyókat fogjuk használni. Ami nem más, mint ugye, az édes bogyó, nagyon édes, nyam. Ú, most mit édes ástam? Édes bogyó? Ó, de jó, de gyűlölöm. Mit? És mire ide visszanő? Nem, az édes bogyó nagyon jó, főleg, hogy megcsíp, amikor belemész. De nem is ez a jó, hanem az, hogy ezzel tudjuk a lókákat szelídíteni. Úgy szelídítünk rókát a leírások és a videók alapján, amit néztünk, hogy kell hozzá kettő darab róka, egy póráz, és édesbogyó, mert ugye a rókák az édesbogyót szeretik, amúgy ez az édesbogyó nagyon jó, mert finom, gyorsan nő, és még meg is csíp. Azt mondta Levi, sajnos most nincs itt velünk, mert egy versenyen van, hogy neki van
És most hogy tudok a házába be... Jaj, Levi, kém ez a ház. Na, azt mondta Levi, hogy itt van neki a valamelyik chestbe, de melyikbe? Jesus Christ. Levi, hogy tudsz így élni? Levi? Hagyjad el. Ez egy üres láda. Hát ez volt az értékek ládája, ezt szintottam ki. Ó, milyen gyorsan óvad ki benne az ó, mit kaptoltál, Dávid? Mit kaptoltál? Blackfordness. De nagyon hallod? Két az pillanat alatt kiolvasztja, gyere, nézd meg, itt. Itt sül. Nézzük, hogy sül a furnace. Hello, hello. Na, hogy nézzem? Ó, ez a smoker, és ez a kohó. Kohó, de figyeld, olyan gyorsan olvad ki nagyon, a mondjuk ez... követ, azt nem lehet benne. Nem lehet, csak érceket. Igen, azt én is néztem. Szentelen! És ez a füstő, ez mi? Ja, ez meg foodot, ez meg kaját ez, tud ez füstölni. Kaját, hallod? Ez olyan gyorsan süti a kaját, hogy ihagy csóvaj. Mutassad, rakok egy szenet, rakjál bele valami nincs, jó nyerset. Nincsen semmi kaja. Itt a csirke, gyere ide. Nem, őt nem bántjuk. Nem, szegény csireket nem szabad. Akkor teszek bele bogyót. Tessék. Hogy kartó. Ég a bogyó? A bogyó az nem ég. Tényleg. Na, nézd csak, Dávid, van egy ilyenünk. Lead. Úgyhogy... Most bezártál. Ja, nem, de megijedtem, hogy itt maradsz, nem mész sehova. Nem akartam, hogy a csirkém elmenjen. Na, gyere, keresünk igen, rokát. Igen, szóval. Keresünk rokát. Roka, arra voltak fent. Kicsit így díszítem a házat. Erre vannak rókák, azt tudom, mert erre már többet is láttunk itt ebben az erdő részben. Úgyhogy reméljük, kettőre van elméletek szükségünk, srácok, hogyha... Arra felé valaki fákat rakott le. Merre? Itt erre, igaz? Arra felé, amerre haladsz, igen, én ott láttam ezt. Te raktad csak. Le ezt a rengeteg fát itt? Persze, mi? Hol? Hol? Mi? Ide. Ja, igen, ezeket na, ez jó, ez jó, ez jó, ez jó. Mert olyan csupasz volt itt. Nagyon ez a hegy. Nem gondoltam, hogy ez ilyen gyorsan megnő is mindegy. Hát mert valószínűleg a szerver éjszaka bekapcsolva maradt, azt megnő. Meg mert talán napokon keresztül kalandozgattunk. Ez is igaz. Úgyhogy az is igaz. Lehet, hogy ez is közel játszik. Na. Itt lesz a róka. Ott van egy. Kettő kell. Na most ez a baj. Hogy kettő róka kell. De elrohannak mielőtt még itt megetethetnéd őket. Ez most kapott egy szívet. Itt. Van itt még egy. Mert akkor ha egymás közelében vannak, ugye akkor már összeszaladnak. Puszilkózni. De akkor itt a fenyves résznél. Igen, lesznek, a fenyves nem? Résznél lesznek, én is, ahogy észrevettem. Ott a másik, ide néz. Hol, aha. Jó messze. Hűha. Megtalálják ezek egymást. Váput is. Amúgy képzeld el, mostan néztem a videót, így van, hogy lefekszik a fa alá aludni. Igen, olyan nagyon cuki. Aranyos. De meg nagyon ne gyorsan úsz. Bemegy a vízbe. Ne úsz, Lóka. Hát ez nagyon messze kapod van a szívet. Másikhoz. És meg se tudom fogni pórázzal. Aha, de. Akkor odahúzzuk. Oh, gyere, Rokka! Gyere, Rokka! Ne szaradjál! Gyere, mindenki ne szelidíteni! Kapd el a nyakánál! Gyere! Rendes állattartás! Szeret téged, érted? Igen, szeret, úgyhogy nem... Ez... Igaz, hogy egy pórházon keresztül rángatod. Jaj, lepattant ne. Róla. De hol a póráz? Az ilyenkor... Leharapta. Te most, Dávid, nem vetted felvé? Nem. Ne szivass. Elszakadt végleg a pórá. Hát az ilyenkor leszokott így pattanni. Az meg ott ül közben. Jaj, de cuki hangja van. Várj, megpróbál. De ez így nem jó. Hát most mit csináljunk? Kellene slime. Most arra. Ott van. Aha. Ott a barátom. Ó, megyek oda. Ne szaladj el tőlem. Várjál, ezt megpróbálom a másik irányból terelni. Ez már nem erre. Kér izét. Ott van, Gergő. Jó, most nyomjál neki rózsát. De vagy mi ez, bogyót? Neki. Itt van, itt állok, tereld erre. Ott van. Itt van. Ah! Oké. Okay. Gyerünk. Ez már nem kér. Aj. Nem kér, Gergő. Srácok, higgyét. Itt van. Most megy van felé. A másik? Ott van lent. Van a másik? Gyorsan, itt ez most kapott el. Rózsát. Oké. Okay. Úgy nem rózsa, nem tudom miért rózsát mondok. Nem rózsa ez. Gergő, menj, már rossz itt van. Irány. Hát jó, kösz! Ott egy másik amúgy. Na most úgy néz ki, hogy összetalálkozhatnának. Öcsém, de hogy szakadt el? Á, ez teljesen elment. Be kellett volna falazni azt, ami ott ugrál, és jaj, akkor... Jaj, Gergő, megvan a köteled! Aj, de jó, úristen! Ben van a róka szájába. Te most szivatsz. Köszönöm. Te most szivatsz! Itt fogja a szájába! Vedd már el tőle! Üres kézzel jobb klik vagy valami? Nem lehet csak úgy kikapni a szájából, de itt van benne. Azt az eget tényleg!
Ott van benne a szájában. Add már ide! Hallod? Elvitte a kötele. Ajj, de... De hogy lehet tőle elvenni? Nem tudom. Nem tudom. Hogy nyüszög? Meg ott áll a kötelemmel. Elvitte. De figyelj már, ez már nem is fél tőlünk. Az már nem fél, mondom. Tehát, hogy nem fél, de még, de nem szelíd. Csak megbízik. Hogy hogy van. Na, ez? A másikat is ilyen. Nézzék, rendesen fellök. Nyi? Nyik? Au, belelökött a bozódba, érted? De a boklom, vagy a, mi az a kötelem? Ez Levi kötele, haver, nagyon mérges lesz. Elvitte a kötelem. De hogy lehet kiszedni a száj? Várja, ezt nem tudjuk, hogy ide befalazzunk? Mondjuk ez nem... Várja, van egy ötletem. Kidobom neki a bogyót. Hát... Ja igen, hogy rádobod, hogy hát ha átveszi azt. Nézd, itt. Ott van! Sikerült! Ez az! Mekkora taktikot, Atyaisten! Várj, ezzel maradj itt, én meg megpróbálom lassan idehúzni a másikat. És akkor majd egyszerre bebogyózzuk őket. Kéri. De ott viszi a szájába. Kéri. Most megvan szíveskézve. Jó. Na gyere haver. Ne, erre kell jönni, ne szakadjon el. Most lassan. Megyek feléd, lassan, de biztosan. Gyere. Gyere, ne félj. Megette. Ne félj. Megette a bogyóját. Nyi. Hol vagy, Dávid? Itt van. Itt vagyok, Gergő. Gyere. Jó, és akkor gyere, adjunk nekik bogyókat. Mehet. Oké. Gyerünk! Meg lesz! Gergő, nem már tartottak elég bogyót. Gyerünk, Gergő, hagyjuk, ne nézd őket. Ilyenkor nem szabad. Már nagyon... Az! Ott van! Ott van! Jó, de kicsi! Megvan, végre. Úristen! Az Isten meg, de nehéz volt. Ó, ez nagyon kemény, ez a legnehezebb állat. És hogy megy körülött ez az emeráldos? Jaj, de aranyos! Na jó, fogjuk meg, azt vigyük el. Vigyük haza. Megvan. Valami, hol legyen az olja? Gyere haver! Elszakítod a izét, nagyon mérges leszek. Nem jön Dávid. Elvileg nem szakítja el, viszont nagyon jó, figyelj, dobok neki. Hogy felveszi, nagyon tetszik. Ott van a szájában. Most ha megint ellopta Dávid. De, és ez most, várjál már, mert ez most nem nagyon... Áú. Na én azt mondom, hogy itt alakítsunk már ki nekik valamit, nem? Szerintem most már megbíznak bennünk. Olyan, most már itt szaladjának körülöttünk. Jó, és hogy legyen, vagy mit Hát nem legyen? Tudom, itt a hegyoldal is, akkor csinálunk nekik ilyen bunkert, mert azt néztem, hogy a lyukakat szeretik. Gergő, viszont... Igen? Itt megvan volt valami víz, ami bele... Mi történt? Gergő! Hol vagy? Gyere, Gergő! Itt vagyok. Itt nézzük, kiástam neki a lyukat, itt bement, és itt egy darab lyukon leesett. Ne! Aztán ki kéne szednünk, mert... Hello? Ne, na jó. Innen már nem megy el messzire. Hallod? Akkor ez nem is rossz. Jó, recipe, na. Hallod? És fogja a követ. Szerintem ez jó. Igen, csak akkor valahogy... Csináljuk meg nekik, hogy víz, valami. Vagy ne legyen víz. Lesz egy... Az nagyon jó, lesz egy kis víz nekik. De ki tud menni, Dávid, vigyázz. Ne menjen ki. Hát, és az miért baj, hogyha ki tud menni? Mert még kint nem építettük meg de a karámat. De kifutója. Oké, most kifutó. Már nem tud kimenni. De azért kicsi víz lehetne neki. Azt mondom, nézd egy ilyen medence itt így. Így. Medence. Szép, így napfényt soha nem láttak majd. Majd hozunk nekik üveget. És aztán lesz. Amúgy tényleg ilyen tetőablakjuk Aha. lehet. Így, és akkor... Nagyon így. Jó lenne. Ez a lyuk. Ó, hát ez nagyon jó hogy lesz. Füvezzük le, nézd, hogy itt ugye így terjedjen majd erre a fű. Igen, csak van még nálad dört, mert nálam már nincs. Van még kettő. Amúgy van itt egy csomó dört. Így jó. Nagyon jó hangja van, és fogja az izét fogja a szájába. Szájába. Tetszik neki az a lyuk, nézd meg, ott van. És egy körbe rakjuk. Makák, hogy lehet? De nem jön neki erre? Miért tetszik neki az a lyuk, oda megy mindig vissza. Ez az ő lyuka. Azt nézem, hogy a földes részeket jobban kedvelik. Megpróbálom őket arra terelni. Megvan a lead esetleg, hogyha kell. Az kell. Akkor gyere, én nem tudok kimászni. Itt van.
Kicsi megvan. Mit fog magánál? Jaj, bealudt! Bealudt, de milyen kis gömbölc lett. Most benne van a falba. De nagyon amúgy jó. Ilyen lyukakat furhatnánk nekik. Igen, azt néztem és azt tetszik nekik. Így, és tök cuki helyük lesz így akkor. Ja, de azt adom egy mindig vissza, de azonnan ki se jön. Az nagyon tetszik neki, ez Isten királyuk. Na már csak egy van. Még mind a ketten bementek abba a lyukba. Jaj, de jó, ez a legjobb lyuk. Legjobb lyuk. Jaj, de aranyosak! Ez nagyon jó. És egy kicsivel nagyobb lenne itt arra a lyuk. Ne, hagyjad! Oj, de jó lett neki. Oj, de jó. Jaj, és itt aludt el. Istenem, nagyon... Hogy beiszkolt? És most leült. Szevasz! Na várjál, még van egy hátra, akit hoznom kell. Ott a család. Jó lesz itt neked. Oké, okay. Most már elengedheted. Oké. Okay. Ó, és be is ment a lyukba. Hát ez nagyon jó. Ide teszek neki bogyókat. És akkor ez majd kap napfénytetőt. Hogy Igen. fogja a kis követ? Napfénytető. Na menjünk, és akkor hozzunk nekik üveget. Okajuk. Na, hoztunk, Dávid mondta, hogy hozzunk is, tök jól tett, vagy csirkét, mert ugye a rókák szeretik a csirkét ellopni. Szevasztok, jaj, hogy alszik! Meg hoztunk nekik csirkét, aha. Meg hoztunk üveget. Várjál, hogyha dobálok ide toást. Hopp! Szerintem a tojásból lesz csirke, mert aha. Azt levadázták, mint az Isten nyilat. Jaj, itt úszik a kis csirke, kíváncsi vagyok. Megy a vadász. Meg fogják enni. Megette, vagy mi lett? Még csak megtámadta. Szerint ez tök csirke. Jó, ezzel játszanak. Játszanak a csirkével. A csirke nem élvezi. A csirke biztos, hogy de ez a természet. Hopp, még egy toás. Itt lesz nekik napfénytető. Na, ez a Róka Hotel. Fox. Hogy? Hotel. Hopp, meg is ölte. Megölte? Egy csirke off. Úgy kell neki. Napfénytető, minden. Na, a féted, ú, de jó helyük lesz te, bárcsak én is hal, róka lehetnék. Ugye, ja, a Minecraftban. Bárcsak én is róka lehetnék a Minecraftban. Ez nagyon viszont mi, hogy fogunk tudni kimenni innen? Majd mindjárt csinálunk valami olyat, ahol ők nem tudnak kijönni. Mondanám, hogy egy blokk széles izért, de... Itt azon is kimenek. A csirke megszökött, érted? Érted? Tényleg? Hát ez... Hoztam én is az a tojást, ebből nem hopp, lett a másik az ennyi volt, ha sült már, csirkét teszem le, az... Te már meg is nőtt a róka kölök, vagy... Ó, oh, kicserélte a sült csirkére, figyelj! Az jobban tetszett neki. Teszek le ide virágokat. És dolgok neki. Hallod, a sült csirkét rögtön felfalják. Ez nagyon finom neki. Hát ez nagyon tesszük. Jó ez a róka. Tengerjuboka. Birka. Na srácok, rételjétek a Róka Mansion-t. Amúgy meg is nőtt a kicsi kajak. Igen. Akkor lehetnek lassan újjak. Várjál csak, tényleg el is felejtettem. Na, figyelj. Lesz itt az új! Ó, hallod? Mennyi rókánk lesz itt? Mi leszünk a róka kereskedő? Ennyi volt. Lebújcsizott alszikázni. Tetszik nekik a lyuk. Kapjon ő is izét. Dobálunk nekik sült csirkét. Nesse, rókák mindeté, aj, hogy falják. Te figyelj, majd nem nőnek ezek? Majd kinőnek, szerintem. Ha nem, akkor meg nem. Ott a sült csirke itt maradt a vízben. Az direkt dobtam ki, felveszik. Hát ez nagyon király. Az összes lyuk tetszik nekik. Na. Nagyon jó, és itt be fog füvesedni az egész. Szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon sikeres volt. Amennyire nehezen indult, annyira sikeres lett. Ja, de úgy, tök jó. Milyen kis jó helyet a róka fal. Neki. Nagyon jó, így lesz egy kis díszítés, úgy lesz egy kis díszítés. Nagyon király, nagyon király. Srácok, reméljük tetszett nektek, ha igen, akkor veressetek egy lájkot, ne felejtjétek el lecsekkolni a leírásod, és ott van a Dávid csatornája is. És, ha szeretnétek folytatást, óriás lájkot kell veretni, meg feliratkozni, mert itt napi királyságos videók vannak minden egyes nap, 18:00-kor. Kösz, hogy itt voltatok, köszi Dávidnak, és találkozunk holnap, és minden egyes nap. Sziasztok! Sziasztok!